A videójátékok világa lenyűgöző hely. De ha egyszer beszippant, nehéz visszatérni a valóságba. Jim is így járt. Észre sem vette, hogy jöttek a végrehajtók, és elviszik a holmiait. Nem fizeti a számláit. A végén semmije sem lesz. Erre hirtelen kap egy értesítést egy hatalmas nyereményű cybersportjátékról. Hű, ez az! Most Jimnek lehetősége van mindent visszanyerni. Gyerünk! És itt van Nick. Ő a legsikeresebb e-sportoló Trump City-ben. Annyi pénze van. Megengedheti magának a legjobb felszerelést. Luxusban játszik. És itt ez a verseny meghívó. Egy újabb lehetőség, hogy megmutassa, ő a legjobb. Most hátráltatni akarja versenytársát. Várj, ez Jim. Jules ügynök bejutott Jim lakásába. Észrevétlenül. Lássuk, hogy játszik Jim egér nélkül. Szegény játékosunk. Olyan ideges lett. Ez nem meglepő. Nem ez az első alkalom. Jimnek ezzel is meg kell küzdenie. Úgy tűnik, hogy a város minden rendőre mérges Jimre. Megpróbál megszökni. Ez nehéz helyzet. De Jim túl fog járni az eszükön. Tud néhány trükkös kódot, hogy ezeket a zsarukat lerázza. Csak néhány titkos szó, és a hajszának vége. De van valaki, akire semmilyen titkos kód nem hat. Az anyukája, amíg meg nem csinálja a házi feladatát, a csillagokat elfelejtheti. Jim, el kell fogadnod anyukád döntését. Jimnek valahogy sikerült elindítania a régi számítógépét, és még a játékait is viszi. Ám megfeledkezett a hűtőrendszerről. Jim processzora annyira felforrósodik, hogy muszáj szünetet tartania, és uzsonna. Mire megfő a tojás, a pirítós pedig ropogós lesz. Jim számítógépe eléggé lehűlt, hogy tovább játszon. De ezt meg kell oldania. Vegyünk egy képkeretet, távolítsuk el a hátlapot, csatlakoztassunk hozzá egy másik keretet. Vágjunk ki rajta egy négyzetet, az lesz a támasztója. Majd fessük le. Szép munka, Jim! Ez az állvány segíteni fog keringetni a levegőt. De felejtsd el a főtt tojást! Nick szereti a valósághű játékokat, de néha túl realisztikusak. És Nicknek valódi büntetést kell fizetnie a virtuális bűneiért. De könnyen kifizeti a kenőpénzt, és visszatér a játékhoz. Jimnek kreatívabbnak kell lennie, ha versenyjátékot akar játszani. Készít magának egy kormánykereket. Vágott habszivacs. Bevonjuk textillel, és ráragasszuk. Keresztbe egy gumit ragasztunk. És végül megrajzoljuk a részleteket fényvisszaverő festékkel. Oh-oh! Jim! Piros kód! Jim anyja itt van, hogy ellenőrizze. Rossz időzítés. Jimnek kéz nélkül kell vezetnie, hogy ne bukjon le. És újra egész nap videójátékozhasson. Jim nagyon jól teljesített. Még kéz nélkül is. Megnyerte a versenyt. Milyen jó játékos, de vajon ő a legjobb? Ha mindened megvan, nehéz lehet játékot választani, de Nick talál valami különlegeset. VR Minecraft játék. Kiváló választás. Csak ne felejtsd el, hogy a tested még mindig a való világban van. Ne romboldd le a szobát. Oh.
Vagy üsd meg a saját testőrödet. Csak azt hiszed, hogy ő egy ellenség a játékban. Nick kezdi elveszteni a fejét. Néha látunk hirdetéseket olyan dolgokról, amik szuper olcsók. Itt egy hatalmas monitort hirdetnek, igazán alacsony áron. De mi a trükk? Ha józanul gondolkodsz, nem veszed meg. Várj, Jim, bedőltél? Most boldog? Most boldog, de várjon, amíg meglátja. Hol a hiba? Hiányzik egy adapter. Nos, ez az. Az adapter ehhez az olcsó monitorhoz egy vagyomba kerül. Ez egy klasszikus marketing csapda, így veszítette el Jim az összes pénzét. De kapott egy szuper haszontalan, hatalmas monitort. Izgalmas a játék. Jó régóta tart. Jim alig tudja nyitva tartani a szemét, és Nick sem adja fel. Már nagyon fáradtak. Alig bírnak ébren maradni. Meg kell állítaniuk a játékot. Nicknek speciális szemüvege van, ami segít a szemén. De mit fog csinálni Jim? Könnyű és olcsó. Csak arra kell figyelni, hogy ne érjen nap a szemedet. Különben úgy jársz, mint szegény Jim. Nick kimerült a versenytől, tehát valami újat akar kipróbálni. Mint a Sims játék egy valós személlyel, testőrét, Jules-t is bevonja a játékba. Nick azt akarja, hogy takarítson. Jó ötlet! Aztán vasaljon ki mindent. Nick, el fogsz aludni? Ne felejtsd el lekapcsolni Jules-t. Elfelejtette? Amíg Nick aludt, szegény Jules annyira megváltozott. Senki sem vigyázott rá. Wow. Jim eljutott a legfőbb gonoszhoz? Nem, ő csak az anyja. Feladatot ad játékfüggő fiának. Jimnek mindent meg kell tisztítania. Legalábbis, ha akar játszani. Ez egy unalmas küldetés. Ki találta ezt ki? Miért nem próbálták érdekesebbé tenni? De Jim mégis megcsinálta, és jutalmat kapott a főnöktől. Hát, anya, ez klassz! Egy kartonkontroller! Nick legnagyobb előnye, hogy meg tudja venni, amit csak akar a játékaiban. És nem csak a játékaiban. Megvehetne egy legendás skint. De inkább a saját testőrét alakítja át. Ez lenyűgöző. Sokkal jobb. Jim bármilyen kütyüvel képes játszani, de most a telefonos játékkal veszít. A légi segítség már úton van. Készíts könnyedén triggert. Formázd meg. Ragaszt rá alufóliát. Rajzold meg a részleteket. Ragaszt kis körpárnákat. Tedd egy dobozba őket, fesd le az alsó részt pirosra. A tetejére pedig ragaszt textilt. És jöhet a gumi. Ezek a triggerek sokkal könnyebbé teszik a játékot, és Jim remekül csinálja, kapott még egy ládát. De ezúttal csak egy újabb feladat van benne az anyjától. Meg kell csinálnia. Tehát a két játékosunk végre szemtől szemben. Hamarosan kiderül, ki a játékok ura, a képernyő uralkodója, a billentyűzet királya. És ahogy az arcokat elnézem, Jim nyerésre áll, és az utolsó másodpercben Jim nyer. Most már ki tudja fizetni a számláit.
és az élete rendben lesz. Ha csak el nem költi a nyereményét egy szupererős új számítógépre. Aj, Jim, sosem fog megváltozni. Tetszett a két játékosunk? Melyik volt a kedvenc részed a videóban? Írd meg nekünk kommentben. És ne felejts el lájkolni és feliratkozni, hogy ne maradj le a Trum Trum Trik új videójáról.